Hát azt a fazon ne talált ki, hogy én hogy néztem ki, egy kalap. Hosszú volt a hajam akkor is. Akkor volt egy kockás Lévis farmer, a borzalmas, te olyan csúnya farmert az életben nem láttál. Veszed? Igen. Olyan csúnya farmert az életben nem láttál, kockás, ilyen piros, zöld kockákkal. De Lévis volt, úgyhogy. Nagy dolog volt. És egy-két húrú gitár. Nice enough, csak hát ott tud valaki gitározni. És például ez meglátott, az ült, nagy öreg, nagy hunyorító, egy hunyor, és így kurvára, ha Tomi valakit nagyon szeretett, és nagyon kíváncsi, akkor hunyorított. És hunyorított, hogy kurvára megnézte az embereket, minden embert megnézett, mert nem a külső történetre volt kíváncsi. Ezt majd később tanultam meg a Tomitól. És így Dickhez néz, ránéz a palira, csinál egy ilyet. Gyere, fiam, azt mondja, itt a helyed. Ennyi volt az egész. Most ezt a Tomi ezt úgy tudta mondani, hogy ebben hiába volt a gátlásaid, mert hát most egy lelencből kijött gyerek, hát mennyi voltam? Épp 19 éves körül lehettem. Hát teli van elég súlyos szarügyek. És ha valaki ezt úgy mondja, mint hogy a Tomi utána 18 éven keresztül mondta bárkinek, akibe felfedezte azt, hogy az emberség és a művészet szeretet benne van, ő ezt nézte meg az emberekbe, és ezt ő így ki tudta szúrni. És azokkal, de akik nem voltak azok, azoknak mindig esélyt adott. A Tomiban hihetetlen, valami született, gyönyörű pedagógiai érzék volt azzal, hogy az emberekkel bánni kell tudni. Úgyhogy én verseket írtam. Nem voltak azok rossz versek. De a Kovács is verseket írt. Na most szipogott a Kovács. Tudod, amikor ír el a verset, állandó szipog. Na, öcsém, majd mutasd. És mondom neki, Jóska, ne szipogjál már. Mondom, én nem tudok veled együtt verset. Azt mondja, jöjjön ki a konyhába. Ezt a Tomi kifigyelte, az csak festett egy piázat, és így vergődött, annyira nevetett ezzel. Akkor én kimentem a konyhába verset. De gyere be, Fityukám, azt mondja, na most ezt helyre tesszük. De tök nem tudtad, hogy ő ezt figyeli, meg így érzékel, csak hogy festett a képet. Kovács így gyanakodva nézte a Tomit. Mit akarsz, mester? Hát azt mondja, most eldöntjük a dolgot, nincs mese, Pityukám. Úgyis látom, hogy titokban mindig firkálsz. Na azt mondja, akkor te festő leszel, Kovács meg maradt költő. Na így lettem festő. És én azt mondtam, végül is igaz, a Kovács nem fog szipogni. Engem meg kurvára érdekel a festészet, mert mindig valami nagyon-nagyon érzékeny közöm volt hozzá. Tehát sokkal erősebben hatott rám, adott esetben egy kép, mint bármi. Nagyon-nagyon szeretem az irodalmat, de nem, eszerint nem szeretem jobban, mint bármelyik ember, aki szereti az irodalmat. És a Kovács még meghal a irodalom. És a Tomi, na érted, ezek a nagy dolgok. Meddig számítottál tanítványnak, mikor lettél tulajdonképpen önálló vagy? Én igazából elmondom neked, hogy volt a... Hogy a Tomi valójában mikor fogadta el a Szárnyasoltár után fogadta el azt, hogy én a festészetben egy olyan részhez értem, ami az ő teljes elvárása volt velem. Ez tizenvalahány év. A Szárnyasoltárt kiraktuk a Kossuth klubba, és a Tomi akkor már képviselő volt, és jött be a táskával. Az ilyen rettenetes csúnya táskája. És ott voltunk egy 20-30-an. És hátrament nézett, senki nem vette észre. És egyszer csak azt csinálta Tomi, hogy azt látott, hogy fekszik a földön, és széttárja a kezét, és neki ez volt a mesteri avatásom, azt hiszem. Tehát ő teljesen felhőtlen akkor elfogadta ezt a történetet. És feküdt, de ott valami 20 percig, majdnem fél óráig. Olyan
kurva nagy csendet, többen kimentek, robáztak, meg nem akarták meg, ez a rettenetes furcsa, gyönyörű. Na most, hogy egy ekkora embernek az elfogadása, és ez a története, ez én azt hiszem, ettől igazabbul nem, de hát ez a Tomi nagyságát dicséri. Én majdnem ugye fél éve nem festem ki. Miről, Péter? Nem vagyok hajlandó a gyűlöletemet, a haragomat, a mérhetetlen félelmeimet megfesteni. Mert a festészet nem egy pszichiátriai ok. Érted? Arra, hogy az ember önmagát tegye. Ha történik, úgyis meg fog történni, de nem vezetheti ezt a dolgot. És akkor még mindig miért nem beszélünk a szabadságról, érted? A művészet szabadságáról, az ember szabadságáról. És ez a mérhetetlen döjfös fegyver az emberek indulatának, édesapám. Amikor kiállítasz, és azt mondják, hogy nem is vagy cigány. A dolgok igaz, tiszta, szabad értelmében ebben az esetben nem fontos. És neki jutott az eszébe, én a képeimet mutattam meg. De amikor meglátott, hogy maga cigány, maga festette, maga nem is cigány. Tehát hányszor kapod meg ezt? És jó, az ember zsebre rakja, szétszórja a szélbe. Nem ezek a sértők. A sértők, amikor azt a jogot akarják elvenni tőled, hogy te valamikor festhettél. Volna, vagy művészettel foglalkozhattál, vagy gondolkodó lehetnél. Mert ennek a népnek nem privilégiuma, nem joga, nem lehetőség, hogy ezt tegyék.